És a stúdióban akkor Erdőse Éva, a hitelsikerek.hu szakértője kezét csalkam, jó reggelt kívánunk. Már kedden ugye azt olvastuk a sajtóba, és lehet, hogy valószínűleg nagyon sokan megnyugodtak, hogy kezd visszaerősödni a forint. Mert hogy azt megelőzően néhány nappal viszont azt olvastuk, hogy a forint gyengülése miatt most már a változó kamatozású hiteleknél ugye a törlesztő részlet kezd emelkedni. Na, hogyan állunk most? Ugye ebből is látszik, hogy a piacnak van egy mozgása, fönt-lent, hogy ez mikor, mennyire kiszámítható, azért én nekem kétségeim lennének. Annál is inkább, mert több ügyfelem, akinek már meglévő hitele van, tehát nem most akarja fölvenni, hanem meglévő hitele van, és mondjuk előtt van egy forintosított devizahitele, ott ugye 3 havonta változik az ő ügyleti kamata, és szerette volna ezt fixálni, vagy kiváltani ugye erre a fogyasztóbarát kölcsönre, és több esetben azt a visszajelzést kaptam, hogy a bank ez nem járult hozzá. Aha, mert ugye a fogyasztóbarát hiteleknél újonnan kell feltételezni. Újra kell, tehát ez egy hitelkiváltás, és újra kell ezt vizsgálni, aminek a világon semmi akadálya nem lenne, hiszen ezek jól fizető ügyfelek, és mégis elzárkóztak tőle, ennek egyetlen egy indoka van, hogy jelen pillanatban ezen a kamatszinten nekik többet kell fizetni a banknak. Hány embert érint, Éva, ha már ezt a példát említette a beszélgetésünk elején, hogy akinek korábban devizahitele volt, az most forintosított formában törleszti? Hát ez durván még egy 100 000-es nagyságrend, tehát ennyi devizahitel van. Ebből van, aki már ugye felmondáson is túl van, tehát követelés kezelőkhöz átkerült. De ez ugyanaz a hitel, csak ugye más konstrukció. És azok a személyek, akkor, hogyha 100 000 főt érint körülbelül, akkor ők nem is fix kamatozás alapján fizetik a hiteleket, hanem nekik kellett annak idején az átváltás miatt számolniuk azzal, hogy itt bizony, ha gyengülni fog a forint, akkor többet fognak majd fizetni? Nyilvánvalóan, de még most is vannak változó kamatozások, tehát hogyha teljes hitelállományt megnézzük, akkor kvázi ebben olyan a meglévő hitelekkel együtt, tehát nem csak az új folyósításokat nézzük, hanem a meglévő hitelekkel együtt, ebben még 70% mindig változó kamatozású, és egy 30% csak a fix. Ami miért? Azért, mert ugye régen ez volt, tehát azzal nyugtatták meg a forintosításkor is a devizahiteleseket, hogy most alacsony a jegybanki alapkamat, lehet véghetően még jobban de fog csökkenni. De túl voltunk már egy gazdasági válságon. Nem baj, nem tanulunk. Semmiből nem tanulunk, és mindig elhitetjük azt, hogy ez majd jobb lesz. És én mindenkinek arra hívnám fel a figyelmét, hogy ez rosszabb lesz, és akkor a meglévő hiteleseknek, vagy azoknak, akik még mindig változót, vagy valamilyen, ha fixálják is, ugye futamidő végéig nagyon kevés van. Valaki 5 évre, 10 évre, stb. Tudja fixálni. Én kiszámoltam, nem mutatok senkit a számokkal. 1 millió forintonként 1%-os kamatemelés, az durván 500 forintos törlesztő részlet változással jár. Lefordítva, van egy 5 millió forintos hitelem, azután fizetek mondjuk havi 45 000 forint törlesztést. Ha 1%-kal emelkedik a kamat, akkor ugye az 500 forint van 1 milliónál, akkor 5x 500 forint, tehát 2500 forinttal fog megemelkedni a törlesztő részletem, és akkor már 47 500 lesz. Minél nagyobb lesz a hitelösszegem, annál nagyobb lesz az a plusz törlesztés, amit fizetnem kell, és akkor egy nagyon egyszerű példánál, hogyha azt mondom, hogy most van egy 15 millió forintos hitelem, és az a százalék, az mondjuk 3%-kal változna, mert itt 20 évről is beszélünk. Azért azt szeretném elmondani, hogy 2008-ban, egy 10 éves intervallumban 8,5% volt a jegybanki alapkamat, nem 0,9, tehát az a 3%, amit én mondok, az még mindig óvatos becslés. Igen, igen. És akkor már 24 ezer forinttal emelkedne meg egy 15 millió forintos kölcsönnél a havi törlesztő részlet. Lehet, hogy viszont a másik oldalon éve azt mondják, hogy körülbelül ugyanilyen százalékban, sőt még ennél jobban is emelkedtek a fizetések, tehát bár érzékelhetően többet fognak kifizetni törlesztő részletekre, de többet is keres az ne keverjük össze a szezon, keverjük meg a fazon, mert hogyha emelkedik a jegybanki alapkamat, akkor az azt jelenti, hogy az infláció is növekszik, hiszen azért emelik a kamatot, hogy az inflációt valamilyen módon csökkentsék. Ha nő az infláció, akkor az azt jelenti, hogy megint abban a helyzetbe keveredünk, hogy a munkaerő az már nem fog elkelni a piacon, tehát nem lesz rá szükség, lehet, hogy csökkenni fognak a jövedelmek, tehát egy negatív változás minden téren negatív változást fog okozni. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik téren negatív a változás, de egyébként én sokkal jobban fogok keresni a jövőre nézve is. Tehát ezt mindig így együtt kellene vizsgálni. Na most, nagyon sok
adatot, számot tetszett eddig mondani, de nézzük meg most a tényeket a tekintetben, hogy az ön által felhozott példa, ez a bizonyos 5 millió forintos hitellel rendelkező család esetében, ha 3%-kal emelik majd meg a kamatot a következő időszakban, akkor ez körülbelül hány családot érint? Tehát hányan vannak olyan hitelkonstrukcióval rendelkező emberek, akiket mondjuk ez a folyamat jelentősen érintene? Tehát ahogy elmondtam, hogy durván most olyan 300 ezer darab olyan hitel van, ami nagyságrendileg elég nagy szám, tehát lakás célú, ingatlan fedezetű. Ezeknél a hiteleknek a 70%-a változó kamatozású. Tehát akkor kb. 210 ezer emberről beszélünk? Nem, 210 ezer darab szerződésről. Szerződésről, igen. Ami ugye családokra, tehát jelentős számú családot érint ez a dolog, és ugye akkor az ő számukban van, vagy az ő fejükbe kell, hogy legyen, hogy menjek be a bankomba, kérjem meg a fixálást, vagy hogyha régi hitelem van, próbáljam meg átváltani, és tömegesen lenne erre szükség, mert hogyha ezt mégsem teszi meg a bank, akkor írásba panaszt kell benyújtanom, és igenis jusson kell az MNB fogyasztóvédelméhez, ahol ezt így elő lehet terjeszteni, hogy bocsánat, szeretném, és mégsem lehet. Sokszor volt itt nálunk Éva, és mindketten emlékszünk arra, akár a 2017-es évből, hogy hányszor említettük azt itt a stúdióban, hogy boldog-boldogtalan pestélyesen fogalmazva veszi most fel ugye a hiteleket, mert hogy nagyon jó konstrukció lett, és ennek talán egyszer majd mindenki, vagy legalábbis sokan megihatják a levét. Erről a helyzetről beszélünk most? Pontosan. Nagyon sokan abban a helyzetben kerülhetnek, hogy majd nem fogják tudni ugyanúgy fizetni a törlesztő részleteket, mint ahogy a 2008-as években? Pontosan, tehát eddig megtanultuk a devizakockázatot, most kezdjük és meg fogjuk tanulni, hogy mi a kamatkockázat, mert erre a figyelmet nem elegen hívják föl, és csak a Kovács Leventének, a Magyar Bankszolgáltatás főtitkárának a Népszavában tegnap előtt adott cikkére hívnám föl a figyelmet, aki azt mondta, hogy itt minden megoldódott, most már minden rendben van, minden jogszabály a helyén van, és sokkal jobban jártak azok, akik forintosították a devizahitelt, jobban jártak, mint akik forintba vették föl. Erre nagyon egyszerű két példa, ha valaki 8 millió forintot vett föl devizába 2007-ben, igen, és forintosították az ő hitelét, az durván olyan 3,7 millió forinttal járt rosszabbul, mint hogyha forintba lett volna, az árfolyam kockázat annyit evett meg. Aha. Mert ez egy magasabb kamatozású volt. Egy másik esetben, meg ott nagyobb volt a hitelösszeg, ott meg több, mint a duplájával, tehát 7 millió forinttal járt rosszabbul, tehát ez tételesen nem igaz. És az sem igaz, amit állítanak, hogy most már nagyon kevés ügyvéd vállal ilyen peres eljárásokat, mert ne felejtsük el, hogy 2018-tól változott a polgári perrendtartás, szigorították a feltételeket, és hadd mondjak el egy nagyon egyszerű példát, leadott egy ügyvéd egy keresetet, és azzal utasította vissza a bíróság, hogy a telefonszámát nem úgy tüntette föl, hogy plusz 36. Ne, ezt nem hiszem el. De, ez így van. Ez így van. Tehát azért, mert nem írta oda a plusz 36-ot? Így van, csak annyit írt, hogy 20, és írta a telefonszámot. Ezért a teljes keresetet visszadobták, és nagyon sok olyan változás van, ami olyan módon alakilag formalizálta ezt a dolgot, hogy bármilyen módon vissza lehet utasítani. Egyébként a mostani tudásunk szerint minden 10 darab keresetből 2-t fogadnak be. Az összes többit visszadobják, tehát ezért csökkennek a peres eljárások száma. Még egy utolsó gyors választ várnék öntől. Ön szerint próbálnak a jövőben majd néhányan arra törekedni, hogy a változó kamatozású hiteleiket átváltsák fix kamatozású hitelre? Tényleg gyors válasz. Én arra biztatnék mindenkit, hogy ezt tegye meg, és bármilyen falba ütközik, azt jelenze az MNB fogyasztóvédelmének, mert ezt nem teheti meg a bank. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.